Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Hargita magazin című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Mai műsorunk fő témája a 14. székelyföldi lovas ünnep. Erről láthatnak összefoglalót, de szó lesz még a megyei tanács által tűzoltó egyesületek számára kiírt pályázat eredményeiről, a Korondi Árcsón elkezdett strand építési munkálatairól, és persze az új színházi évad alakulásáról. Tartsanak velünk! Látogatóból nem volt hiány a szeptember 3-a és 5-e között megrendezett 14. székelyföldi lovas ünnepen. A rendezvény első napján, pénteken már nagy érdeklődés övezte a díjugrató bajnokság döntőjét, és nem lankadt az esemény végéig. Székelyföld egyik legnagyobb lovas eseményét tartották hétvégén a Gyergyószentmiklósi Krígel lovaspályán. A 14. székelyföldi lovasünnep már pénteken elkezdődött a székelyföldi regionális díjugrató bajnokság döntőjével. A szombati nap kutya kiállítással kezdődött, ahol szebbnél szebb és különböző fajtájú kutyák voltak jelen a pályán. A kiállítást követően agility show-t láthattak a nézők, ahol betanított kutyák mutatták be produkciójukat, majd a legszebb kutyák díjazására került sor. A Pál Ágnesről elnevezett díjugratókupa összetett kihívást jelentett a versenyzőknek, mindeközben látni lehetett a ló és lovasa közti harmóniát. Azt követően megtörtént a díjugratók eredményhirdetése is. A déli órákban az erdélyi lovas kaszkadőrök elképesztő mutatványokkal nyűgözték le mindazokat, akik a lelátókról figyelték a műsorszámot. A kaszkadőrök szár nélkül vágtáztak a lovakon, illetve különböző testmozdulatokkal irányították a lovakat, legfőképp a kozák trükklovaglásból inspirálódnak. A székelyzászló felvonása előtt a Titán együttes zenéjét hallhatták a kilátogatók. Velük üzennek őseink nekünk, velük igazán teljes nemzetünk. Gyere, száguldj az álmaid után, lovat ott vár a sorsod udvarán. A rendezvény hivatalos megnyitóján ünnepi beszédek hangzottak el. Az elsők között szólt a résztvevőköz dr. Lukács Bence, vezető konzul. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága, ide tartozva Magyarország csíkszeredai főkonzulát is rendkívül fontosnak tartja, hogy azokat a hagyományőrző és egyben a testkultúrát ápoló rendezvényeket kiemelten támogassuk, mint ez a 14. székelyföldi lovas ünnep. Nagyon szépen köszönjük Bajkó úrnak, hogy idén is megszervezte. Az eseményen jelen volt Gyergyószentmiklós alpolgármestere is, aki köszönetet mondott a szervezőknek és a résztvevőknek is egyaránt. Elsősorban gratulálni szeretnék a szervezőknek, hogy hittek és bíztak abban, hogy a rendezvény értéket teremt, hogy a korábbi rendkívüli körülmények ellenére is megtartották az eseményt. A közönségnek pedig hálás vagyok azért, hogy ezt értékelti, hogy a jelenlétükkel támogatják az igyekezetet. A szervezők részéről sokat emlegetett négyes fogat részesei vagyunk mi is, a Gyergyószentmiklósi Önkormányzat. A városvezetés nevében mondhatom, hogy támogatjuk a rendezvényt. A délután folyamán a nézők láthatták még a Csíkszéki Mátyás Huszár Egyesület karusszel bemutatóját, illetve Puszta kettes is elkápráztatta őket. Látványos és stílusos versenyszám volt a kettes fogathajtók akadályhajtása is. A lovas ünnep egyik visszajáró vendége Pászka Lehelés csapata volt, aki bemutatta a ló és lovasa közti teljes összhangot. A lovasi jász a már tőle megszokott módon nyűgözte le a lovaspályára kilátogatókat. A nap végéhez közeledve látható volt a kettes munkalovak versenye is. Vasárnap hagyományos módon Szentmisén vehettek részt a lovas ünnepre kilátogatók, amit a Glóri dicsőítő zenekar színesített. Azt kell észrevennünk elsősorban, hogy Jézus nem kerüli azokat, akik így vagy úgy nem a megszokott módján tartják kapcsolatukat Istennel. És az a mai napnak egyik nagy örömteli üzenete, hogy Jézus keresi velünk a kapcsolatot,
akik ezért vagy azért sokszor nem keressük veled a kapcsolatot. Nem is hánytorgatozik, hanem úgy van köztünk, hogy megszólíthatóvá válik. Az evangéliumban is, akiket mások hitetlennek tartanak, a hit cselekedetét viszik véghez. Viszik beteg barátjukat Jézushoz. Vasárnap délután a polgármesterek csatája szórakoztatta a nézőket, ahol a település vezetők különböző feladatokkal kellett megbirkózzanak. Nem kedvezett az időjárás a négyes fogadhajtó versenynek, így az a programpont elmaradt. Az esemény záró momentuma kuruc küzdelem volt, ahol történelmi harci lovas előadást láthattak a nézők. Átadásra kerültek azok a tűzoltósági védőfelszerelések, amit a Gyergyóújfalvi és Kijénfalvi önkéntes tűzoltók pályázati összegből vásároltak. Az alakulatok tervei között szerepel az is, hogy az önkéntes tűzoltókat oktatásban részesítsék. Az újfalvi és kijénfalvi önkéntes tűzoltók az elmúlt héten kapták készhez azokat a védőfelszereléseket, amit pályázaton nyert összegből tudtak megvásárolni. Hargita megye tanácsa minden évben visszanemtéríthető pályázatot hirdet meg civil szervezetek számára, ezen belül önkéntes tűzoltók számára is. Mi minden évben mi is leszoktuk tenni a pályázatunkat, most már 6. alkalommal pályázunk a megyei tanácstól. Idén 14 ezer lejt sikerült megnyernünk, amiből védőruházatot vásároltunk, ami azt jelenti, hogy nadrág, kabát és csizma. Ugye nyilván nem mellé még tartoznak felszerelések, de idén ez fér bele. 5 személyt tudunk ebből felöltöztetni. Nekünk fontos, hogy a tűzoltóink a testi épségüket elsősorban tehát tudjuk megvédeni, hogy tudják a munkájukat biztonságosan végezni. A vezető elmondta azt is, hogy a felszerelés bővítése mellett szeretnének hangsúlyt fektetni az önkéntes tűzoltók oktatására is, amire már kínálkozik lehetőség. A további terveinkben azt szeretnénk, hogy az önkénteseket oktassuk. Most jelen pillanatban van egy tűzoltócsapat szervez ilyen oktatást, ami Servan Pompieri az országban elfogadott tűzoltóképző, alapképző, és jelen pillanatban úgy gondoljuk, hogy olyan 5-6 ember tudunk elküldeni oktatásra, és őket felkészíteni. Ez az elsődleges, ami közelebbről, amit szeretnénk. Az újfalvi csapat közel 25 aktív önkéntessel rendelkezik, riasztás során pedig csatlakozni szoktak a kijénfalvi tűzoltók is. Köszönetet szeretnék mondani Hargita megye tanácsának ezért a támogatásért, mivel ők az egyedül, nem egyedül, de elsősorban ők az első szponzorunk, aki minden évben szokott segíteni a tűzoltókon, náluk nélkül nehezen tudnánk ezeket a célokat megvalósítani. A parancsnok elmondta, az eddigi év szerencsére csendesnek mondható, a tavalyi évben azonban több mint 40 helyre riasztották őket erdőtűz, illetve árvíz esetén. Jó hangulatú, teltházas vállalkozói estet szervezett az Arbor Vállalkozók Szövetsége, ahol a fiatal vállalkozók sikertörténeteinek megismerése mellett különböző intézményekkel történő együttműködésről is szó esett. A szervezők is meglepődtek és jó érzéssel nyugtázták, milyen sokan mutattak érdeklődést az Arbor Vállalkozók Szövetsége által szervezett vállalkozói est iránt. Az esemény nyitányában Barabás Csaba, az Arbor Vállalkozók Szövetségének elnöke köszöntötte a jelenlévőket, és szólt az est céljáról is. Az eseménynek a célja az, hogy minél több vállalkozást, főleg fiataloknak tudjunk teret és lehetőséget biztosítani, hogy tudjanak bemutatkozni, tudják bemutatni a termékeiket, a szolgáltatásaikat, helyi cégek tudják bemutatni, megkóstoltatni is a termékeiket, ilyen is lesz, és közben jó történeteket, jó sztorikat mesélni, hogy alakult a cég, milyen nehézségekkel küzdenek, igen, itt Gyergyószent Miklóson, vagy akár Gyergyószéken. A rendezvény társszervezőjeként Csilip Árpád, a Hargita megyei fejlesztési ügynökség vezetője kihangsúlyozta, különböző programok és pályázatok útján igyekeznek a Hargita megyei vállalkozók segítségére lenni. A fejlesztési ügynökségnek számos programja van, amivel találkozhattak önök is. Gondolok itt a lovas létek támogatására, amelyben szintén Gyergyói térség egy iránymutató
térség, és azt gondoljuk, hogy a lovas életben is egy nagyon-nagyon pozitív példa, de nem csak a lovas életben, mert a székely termék is a fejlesztési ügynökséghez tartozik, ez egy nagyon látványos programunk, és talán az egyik legsikeresebb vállalkozóink, termelőink a gyergyóítéséből nevelődtek ki, és talán rájuk vagyunk egyik legbüszkébbek. A Gyergyószentmiklósi önkormányzat részéről Lenemil Balázs köszöntötte a jelenlévőket, majd Szabó Zsolt, Hargita megye prefektusa, a gyergyói vállalkozások számára is fontos előrelépésről számolt be. Egy egyezmény létrejöttéről számolhatok be az Arbor Szövetség és a Prefektusi Hivatal között, amelynek értelmében a prefektúra Páka Hunor jogtanácsos közreműködése által tanácsadással támogatja a vállalkozókat. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke is köszöntötte a gyergyói vállalkozókat, majd Barabás Csaba arborelnök fiatal vállalkozókkal beszélgetett, így a jelenlévők egy-egy sikertörténetet is megismerhettek. Ilyen volt annak a roma származású fiatalnak a története, aki autómosót működtet, és akár példakép is lehet a fiatalok számára, vagy az a kézműves csokoládégyártó fiatal, aki gyermekkori álmát valósította meg, miután Angliából hazatérve saját kézműves műhelyt indított. Az est folyamán több olyan fiatal vállalkozó szólt arról, hogy a külföldi munkakeresés helyett miért az itthonmaradásban látta meg a lehetőségeket. Az est folyamán volt kóstolással egybekötött termékbemutató, háromféle sajtot, hentes árut és bort, ugyanakkor teát és szörpöket is kóstolhattak a jelenlévők helyi vállalkozók jóvoltából. A vállalkozások szempontjából egyre fontosabb pályázati lehetőségekről, cégbejegyzés és egyéb ügyintézéssel kapcsolatos lehetőségekről is tájékoztatást kaptak a vállalkozói est résztvevői. Tanácsülésen szavazott Hargita megye tanácsa arról, hogy több más településhez hasonlóan Gyergyószárhegynek is juttat támogatást a kért beruházásokra. Az ÁFA visszaosztásból származó támogatás elosztásáról döntött nemrég Hargita megye tanácsa. Több település beruházásait segítik ezáltal, Szárhegy kérése is napirendre került. Ez ügyben már koratavasszal volt nekem egyeztetésem Barti Tihamérral elnök úrnak, akinek köszönöm szépen a segítségét. Akkor meg kellett fogalmazzuk a tételeket, hát természetesen minden önkormányzatnál nagyobb tételekről van szó, mint amennyit sikerült adni az önkormányzatnak, megyei önkormányzatnak. Akkor mi kitöltöttünk egy ívet, egy ilyen kérdőívet, amelyben leírtuk, hogy milyen beruházásaink folynak, és ehhez mennyi önrészre van szükség idén. Ehhez képest utána egy egyeztetésre került sor, amit említettem az imént is, Barti Tihamérral elnök úrral megbeszéltük, hogy mi az a pénzösszeg, amiben lehet gondolkozni reálisan. És akkor így sikerült egy ilyen 396 ezer lejes értéket megfogalmazni. Ennek a részleteit is leírtuk, megtárgyaltuk. Három különböző munkálatra fordítják a támogatás összegét, mely fontos a beruházások folytatása érdekében. 200 ezer lejt kérünk és fogunk kapni a épülendő napközi otthon befejezéséhez, illetve építkezések folytatásához, 100 ezer lejt a Güdőci Kultúrház átalakításához, közösségi háza, ami egy uniós projekt, és ott is van egy elég komoly önrészünk, és 96 ezer lejt fognak juttatni majd a patakmedrek tisztítására, amely nálunk most már minden évben szokásos tevékenység az árvízvédelem szempontjából, ez számunkra nagyon-nagyon fontos. A Güdőci közösségi háznál már a munka nagyobb részét elvégezték, a napközire még nem kerültek nyílászárok, mindkét épületnek fontos szerep jut a jövőben a község életében. Két medencés, multifunkcionális sportpályával ellátott édesvízű strand építésébe kezdtek tavaly Korond, Árcsó nevű részén. A helyi szakközépiskolával összefogva pályázott sikeresen 5,3 millió lejért a helyi fejlesztések országos programjában a korondi önkormányzat. Jó ütemben haladnak a munkálatok Korond Árcsó nevű részén, ahol egy kétmedencés multifunkcionális sportpályával ellátott édesvízű strand épül. Az építkezési folyamatot már a tavalyi évben elkezdték, jelenleg a medencék kialakításán dolgozik a kivitelező.
Az idején biztos, hogy nem tudjuk ezt befejezni, de jövőre szeretnék ezt a létesítményt, az építményt átadni. A tegnap volt egy egyeztetésünk a kivitelezővel, a vállalkozóval, az építővel, és igazi azért munka közben vagy az építés közben merülnek fel olyan gondok, ami esetleg a tervezésnél nem volt probléma. De ezeket kiküszöböltük, egyeztettünk, ott meglássuk, hogyha még plusz költségvetéseket kell befogni, akkor az önkormányzat ezt felvállalja. Hát azt szeretnék, hogy egy nagyon jó minőségű, gyönyörű, szép, így mondjam, impozáns fürdő lenne, strand lenne, és felhasználva azokat az anyagokat, hogy ne egy betonbunker legyen, ami jellegzetes Székelyföldre, a fakivitelezését, a fűtési rendszerének a modernizálását, ezekben kellett a tennap egyeztessünk. Bízom abban, hogy a Jóisten megsegít, egy gyönyörű szép kivitelezés, egy gyönyörű szép létesítményt tudunk majd a közösségnek átadni. A munkálatok finanszírozásához a korondi önkormányzat a helyi fejlesztések országos programjába pályázott, összefogva a helyi szakközépiskolával 5,3 millió leért. Emellett a helyi önkormányzatnak 10%-os önrészt kell vállalnia. Bízom abban, hogy mostan az országos költségvetés kiigazítása keretén belül a Fejlesztési Minisztériumnak lesz rá lehetősége, hogy az idén még hátralévő munkálatokat, vagy elvégzett munkálatokat a kivitelezőnek tudjuk ezt kifizetni, mert az egész helyzet, hogy nagyon elugrottak az anyagárak, és ezt is kértük a minisztériumtól, hogyha van lehetőség, ezt kellene korrigáljuk, és minden nap, hogyha késünk, annál többen fog kerülni az egész beruházás. Hát bízom abban, és ha véletlenül olyan gondok vannak, hogy a kivizetéssel és az önkormányzatnak van saját bevitele, akkor meg fogjuk vagy előlegezni, vagy kivizessük, és azután majd akkor visszakérjük mi a Fejlesztési Minisztériumtól ezeket az összegeket. A két medencés strand, valamint a hozzátartozó sportpálya, öltözők és edzőterem hiánypótló lesz a helyieknek, de emellett turisztikai vonzerűvel is bírhat majd. Az ide látogató turistáknak nincsen annyira lefedve az itt tartózkodó idejük, hogy több napot tudjanak itt esetleg mondhatnám Korondon vagy Sóvidéken tartózkodni. Láttuk azt, hogy mi a turizmus igaz, mit jelent, amikor jó idő van Parajdon, Szovátán, és próbáltunk ebbe lépni, hogy ha ide látogatnak Korondra, és legalább akkor egy-két-három napot tudjanak úgy eltölteni, hogy mindamellett, hogy meglátogassák a jellegzetességet a környékbeli településeken is. Amikor visszatérnek Korondra ide a központba, akkor egy kicsit szabadidő központként is tudják használni. Jelen tervek és elképzelések szerint a fürdőt majd nyáron lehet használni, idővel viszont elképzelhető, hogy továbbfejlesztik, így az év minden szakaszában használható lesz. Sajtótájékoztatón számolt be Veres Albert igazgató a Csíki Játékszín tervezett bemutatóiról, a repertoáron tartott előadásokról, az új támogatói rendszerről, valamint a művészállomány személyi változásairól. Az idei évadban 8 új bemutatót tervez a Csíki Játékszín, de számos korábbi előadást továbbra is repertoáron tartanak majd. Tudtuk meg a színház épületében tartott sajtótájékoztatón, melyen Veres Albert igazgató számolt be a jövőbeli terveikről. Bemutatta a társulat új tagjait, és elmondta, továbbra is üresen áll a világosítói pozíció, melyre szeretettel várják a jelentkezőket. A járványhelyzet előreláthatatlan alakulása okán a Csíki Játékszín a 2021-22-es évadra nem hirdett bérletet, de jegyek továbbra is válthatók a színház jegypénztárában. Előadásaikat a termek 70%-os kihasználásával szervezik, tehát a jelenleg érvényben levő járványügyi szabályzások értelmében a maszkviselése az előadás időtartama alatt továbbra is kötelező. Oltási igazolvány felmutatása viszont a belépéshez nem szükséges. Az is egy nagyon érdekes színfoltja az évadnak, hogy egy kolumbiai rendezővel dolgozunk, aki frissen végezte a rendezői szakot Bukarestben. Én annak is nagyon örülök, hogy Viktória Ánfrunza és Budaházi Attila visszatérnek ebben az évadban, mert velük mindig színvonalas előadásokat hoztunk létre. Lesz a két fesztivál, ami nem egy gyakori jelenség a Csíki Játékszín életében, szóval nagyon sűrű lesz ez az évad. És hát remélem, hogy egy fiatalos, lendületes, új energiával fogjuk végig
söpörni ezt az évadot, és a nézők is remélem, hogy érezni fogják ezt. Újdonságként hangzott el, hogy leendő pártfogóik támogatói kártya vásárlásával segíthetik majd a színház munkáját, januártól pedig egy emelt díjas támogatói jegy bevezetésére készülnek. Kidolgozás alatt van egy önkéntes program, melynek részeként amatőr színjátszó társulat létrehozásában is gondolkodik a színház vezetősége. A sajtótájékoztatón Veres Albert köszönetet mondott Csíkszereda város vezetésének, valamint a nézőknek, akik a világjárvány okozta bizonytalan helyzet ellenére a kultúra szeretete és a színház iránt tanúsított elkötelezettség jegyében végig támogatásukról biztosították a társulatot. Új évadot hirdetett a Figura Stúdió Színház is. A 2021-es, 22-es évadban is minden korosztály számára terveznek előadásokat, bő és változatos repertoárral készülnek, és meghirdetik a gyerek és ifjúsági bérleteket is. Szeptember 5-én indította a 2021-2022-es évadot a Figura Stúdió Színház egyből egy turné előadással, hiszen Újvidéken vendégszerepeltek a Boldogtalanokkal szeptember 5-én és 6-án. Nagy kihívás ez a turné, fogalmazott Albu István színházigazgató az újvidéki fellépés kapcsán, de kiemelte azt is, ez az évad egy nagy útkeresés is lesz, ugyanis még mindig több tényező befolyásolhatja tevékenységüket, de már nem akkora a bizonytalanság, mint az előző évben. Bizonytalanságokkal teli, de azért sokkal biztosabbnak látom, mint például az előző évadot, hiszen az idén már van merszünk meghirdetni a gyerek és ifjúsági bérletünket, nagyon fontosnak tartjuk a jövő nemzedéket, mert ugye a gyerekekben és a fiatalokban van a jövő, és azt hiszem most már színházként is mi folyamatosan a jövőben kell gondolkodnunk, nem is a mában, hanem a jövőben, és semmiképp sem a múltban, úgyhogy bár bizonytalan, de sokkal biztosabb, mint eddig. Az óvodásoktól a középiskolásokig korosztályonként lebontva 4 előadással készülnek a gyerek- és ifjúsági bérletrendszer keretében. Erre kiemelten figyeltek, mondta az igazgató, hiszen a Figura vagy akár a város kulturális jövője is nagymértékben függ a gyerekek, fiatalok nevelésétől. Évadot is hirdetünk. Egy picit azt hiszem, hogy a mobilitás jegyében kell gondolkodnunk a következő évadban, hiszen akár a járványhelyzetet, hogyha figyelembe vesszük, hogyha megint lezárások, korlátozások lesznek, akkor szerencsésebb és jobb, akár kisebb szereposztású előadásokat létrehozni, amelyek mozgathatóak, ne adj Isten betegségek kapcsán nem kell lefújni az előadásokat, vagy cserélhetőek egymás közt, úgyhogy több kisebb szereposztású, de ugyanolyan fontos és nem kisebb mértékű, csak kisebb szereposztású előadásokkal készülünk. Tavaszig 5 bemutatót tervez a Figura. A Bór, a Szeretők, a Stílusgyakorlatok, Káosz, K. Gedeon felemelkedése és bukása című előadásokat, de ezen kívül közel 12 más előadás is műsoron marad. A sajtótájékoztatón elhangzott, a figurások gyakorlatilag meg sem álltak a nyár folyamán sem, hiszen több fesztiválon is részt vettek, és az Egyfest összművészeti fesztiválon is kivették részüket a szervezésből, és a színház és könyvudvar működtetői voltak. Ugyanakkor, bár bizonytalanság övezte a színházak működését az elmúlt egy évben, mégis a Figura jól tudott alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, idén elmarad a kollokvium, ugyanakkor szeptemberben indul a Figura videótára, ahol a régi előadások digitalizált felvételei lesznek láthatóak. Az új évadban sem változnak a színház jegyárai, az előadásokról, programokról informálódni a figura.ro oldalon lehet. Ennyi volt már a Hargita magazin, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!